Azért is jöttem örömmel, hiszen egy zöld óvodába jöttünk, mindannyian, sőt, ha tudom, már örökös zöld óvodáról beszélünk a tavalyi év óta, és hát ez a kérdéskör, ez mindannyian számára kisbesen fontos, hiszen legalább olyan kiemelt kérdés az önkormányzat közterületén is az, hogy zöldebb, rendezettebb, virágosabb legyen az a terület, az a városrész, ahol élünk, és talán ezt a környezettudatos nevelést nem lehet elég korán elkezdeni, ezért is fontos az, hogy ez a 160 kisgyermek, aki hat csoportban itt a Zöldsziget óvodában nevelkedik, milyen hamarabb találkozhasson ezzel a környezettudatos neveléssel. Én szeretném ezután is megköszönni valamennyi óvodapedagógusnak, hogy részt vesz ebben a közös munkában, és természetesen azoknak a szülőknek is, akik nagyon sok önkéntes felajánlással és munkával járulnak hozzá, hogy ebben a témakörben mi sikeresek lehessük, akár idén, akár tavaly, akár jövőre, hiszen az elmúlt évben is elkezdődött egy olyan önkéntes munka, aminek talán a gyümölcsét az idejében maradhatjuk le, hiszen ahogy vezetőasszony is említette, ez a pál is egyrészt azért jött létre, hogy közösen rendbe tudjuk tenni az óvoda udvarát, és erről a tavalyi évben mi már döntöttünk a Kispesti Önkormányzatnál, közel 5 millió forintot biztosítunk annak érdekében, hogy ez az udvar szolgálhassa ezt a környezettudatos nevelést, és minél kellemesebb környezetben nevelkedhessenek gyermekeink. Ez a kezdeményezés ez azért jött létre, mert már elkezdtük tavaly a 30 éves évforduló alkalmával az óvoda külső homlokzatát rendbe tenni, és ettől az óvoda egy nagyon szép külső festés kapott. Úgy gondoltuk, hogy a következő évben pedig tovább szeretnénk haladni, és elkészíteni a gyönyörű udvart, hogy a gyerekeknek otthonossá tegyük, szebbé tegyük, és sokkal jobban érezzék magukat ezáltal az óvodában. És úgy gondoltam, hogy a családok, a szponzorok jó, hogyha megismerik egymást, a vezetők, a polgármester úr, tehát mindenki egy kellemes hangulatban eltöltsön egy kellemes estét, ahol megismerhetik jobban egymást, megismerhetik az óvónőket, és láthatnak bennünket civil állapotban is, és így is tudunk egy kicsit együtt szórakozni mindenkivel. Nagyon összetett volt a műsor, volt benne prózai, volt benne könnyű zenei, és volt benne sportos tánc, tehát igyekeztünk minden korosztálynak, mindenkinek a kedvére tenni, és ezáltal egy nagyon színes műsort tudtunk előadni, és a végére hagytuk a csattanóját, amikor az óvodában a kolléganőimmel úgy döntöttünk, hogy szívesen meglepjük a családokat, és mi magunk is kedveskedtünk egy kis műsorral.